Több mint 900 civil szervezet, összesen 700 ezer aláírást gyűjtött össze Spanyolországban annak érdekében, hogy a parlament rendezze az illegális bevándorlók jogi státuszát. A papírok nélküli migránsok százezrei hivatalosan nem vállalhatnak munkát, és szociális támogatásra, valamint egészségügyi ellátásra sem jogosultak. Ez nagyjából 500 ezer embert érint Spanyolországban, a negyedük gyerek, a 60%-uk pedig feketén dolgozó nő, mondta a kampány szóvivője. A spanyol törvények értelmében már 500 000 aláírás is elég ahhoz, hogy egy ügyet napirendre tűzzön a madridi parlament. A választási bizottság most ellenőrizni fogja a szignókat, és ha mindent rendben talál, 6 hónapon belül a képviselőknek tárgyalniuk kell a bevándorlók legalizálásáról.